Valóra vált a riasztó előrejelzés, Szolnokot is elvert a jég vasárnap. A Holtiszába csúszott egy autó tegnap éjjel, személysérülés nem történt. Megnyitott a Vési úti strand, az időjárás ugyan nem kedvezett, mégis voltak látogatók. Jó estét kívánok, köszöntöm a Szolnok Televízió nézőit. Május 25-én, kedden 19 órakor az Aktuális látják a nap legfrissebb híreivel. Jelentős mennyiségű jéggel érkezett a vasárnapi felhőszakadás. A műhold képek szerint az égi háború Szolnok fölött volt az egész országban a legintenzívebb. A megyeszékhely mélyen fekvő részei ezúttal is percek alatt víz alá kerültek. Ezeket a felvételeket egyik Szajoli nézőnk készítette a portáján. Ezeket pedig már egy szolnoki követőnk töltötte fel. Szolnokra a rövid idő alatt 56 mm csapadék hullott eső és jég formájában. Kiskonyhámban mindenütt áll a víz. A Széchenyi lakótelepre vezető aluljáró melletti portán okozta ezúttal is a legnagyobb kárt a víz. Áll a víz, a bútor alatt mindenütt. A szomszédos aluljárót azonnal lezárta a rendőrség, így ezúttal nem rekedt bent egyetlen jármű sem. A víz a legtöbb helyen gyorsan apadni kezdett, támakadtak utcák, ahol a csatorna szemeket eldugította a hordalék és a kukák kimosott tartalma. A szeméttel és szennyvízzel keveredett csapadékvíznek nem csak szaga volt. A szennyvízbe most kimutatható a koronavírusnak az örökítő anyaga. És most attól félünk, hogy nehogy elkapjuk a betegséget. A felhőszakadás másnapján a Széchenyi aluljáróban már nyoma sem volt a víznek. A Meder utcában lévő 18 lakásos társasház pincéjében viszont még akadt teendő. Amit tudtunk, mentettünk, pakoltunk kifelé, kocsiktól kezdve, ott van, akiknek motorja volt, apróságok, úgyhogy amit tudtunk, mentettünk. És utána meg tavalyról itt maradtak ilyen homokzsákok, és akkor próbáltuk az utcáról menteni, hogy ne folyjon be többi víz, legalábbis nagyobb mennyiségű víz. A téglagyári úton hömpölygő, majd 100 méteres pocsolya miatt sokan visszafordultak, ám olyanok is akadtak, akik vállalták a megmérettetést. Az esztendő első jelentős felhőszakadása elmaradt a tavaly nyári esőzések intenzitásától, ám így is jelentős kárt okozott. A város összes vízátemelő szivattyúja működött. A Tisza magas vízállása azonban akadályozta a lefolyást. A polgármesteri hivataltól kapott közlemény szerint a problémás városrészekben továbbra is helyi elhárításban gondolkodnak, ugyanis az átfogó megoldás, a város szenny és csapadékvíz elvezető rendszerének szétválasztása hozzávetőleg 14 milliárd forintba kerülne. Az erről folyó tárgyalások már zajlanak a kormánnyal. Sikerült kihúzni a Holt-Tiszából azt az autót, amelyik még tegnap éjjel csúszott a vízbe. A Búvár Kft. Szakemberei és a kiérkező autómentők órákon át küzdöttek a hátára fordult gépjárművel, míg végül sikerült partra vontatniuk. Személyi sérülés nem történt. Levegő buborékok törték meg a Holt-Tisza sima víztükrét, a mélyben búvár dolgozott. Vízbe csúszott személygépkocsit keresett. Nem volt könnyű dolga, hiszen a víz alatt a látási viszonyok minimálisak. Csak tapogatva tudott haladni. Veszélyes munka, hiszen ha megvan az autó, egy kiálló fém alkatrész a búvárban is kárt okozhatott volna. A merülést irányítóval folyamatos volt az egyeztetés. Közel egy órás keresés után jött a hír a mélyből, megvan az autó. Úgy nézem, fejjel lefele van. Ki van nyílva a csomagtartó. Igen, nem is tudom nagyon máshova kötni, mert van egy haslemez rajta. A helyszínre hívott autómentők olyan közel álltak a vízparthoz, amennyire csak lehetett. Vigyázniuk kellett, nehogy ők is belecsúszanak a holtákba. Drótkötelet engedtek a vízbe, aminek a végét az autóhoz lehetett rögzíteni. Amint a búvár végzett, indulhatott a vontatás. Nehezítette a mentést, hogy előbb talpra kellett állítani a személygépkocsit.
Az autó stabilizálódott, a búvár kijöhetett a vízből. Ott az első keréknél az a összetartó trapézlemez, ezt tudtam beakasztani, mert van rajta ilyen haslemez, és akkor nem bírtam átvenni teljesen, csak annál a lemezni. Úgyhogy ott be lehetett akasztani, és akkor lehetett húzni. Hétfőn éjjel 23 óra környékén egy fiatal pár parkolt a Holtisza mellett. Míg ők a vízparti padon beszélgettek, az autó megindult a Holták felé. A fiatalember hiába próbálta megállítani, nem bírta súllyal. A kézifék be volt húzva, ezt igazolták a mentésben résztvevő szakemberek is. Feltehetően nem működött jól a fékberendezés, így csúszhatott a kocsi a vízbe. A katasztrófavédelmet még éjjel értesítették. Mivel emberélet nem volt veszélyben, az este nem lehetett a mentést elkezdeni. Egy autónál levegő van az utastérben, föl vannak húzva az ablakok, az kvázi egy luftballonként működik, és el tud úszni akár 10-20-50 métert is így álló vízbe. Folyóvízben meg ugye a sodrás, ami elviszi. És amikor az emberek ilyen helyzetbe kerülnek, pánikba esnek, nem mindig tudják pontosan fölmérni azt a helyzetet, a távolságot, az irányt, hogy hol van az az elsüllyedés. Évente egy, esetleg kettő autót kell vízből kihúzniuk a Búvár Kft. Szakembereinek. A munka most 2 órát vett igénybe. Szerencsére személyi sérülés nem történt. Alig ha a pünkösdi hétvégén állított fel látogatottsági csúcsot, a szombaton újra nyílt Vési úti strand. A 14 fok és a szakadó eső csak kevés látogatót csábított fürdőzésre. Több hónapnyi kényszerszünet után végre lehetett volna strandolni. A Vési úti fürdő kinyithatott, a vendégek viszont nem özönlötték el. 14 fok, megélénkülő szél és vég nélkül szakadó eső. Léteznek ennél ideálisabb feltételek is a harsány, jókedvű fürdőzéshez. Az igazi strandoláshoz igazi strandidő is kell, ez szombat délelőtt nem volt adott. A nagymedence környékére csak az jött, aki hozott magával esőkabátot, esernyőt és vagy gumicsizmát. A melegvízes medencébe költözött némi élet, a víz éppen 10 fokkal volt melegebb, mint a levegő hőmérséklete, így azért ki lehetett bírni. Nagyon jó innen, így jókat ugrálunk most víussal, meg ilyesmik. Az éjszakák továbbra is hidegek, reggelre 8-10 fokot is hűl a nagymedence vízének hőmérséklete, de állítólag az előjelek ellenére lesz idén nyár, és lesz teltházas a Vési úti strand is. Rendezetnek látszik a Széchenyi lakótelep, ám még így is egy helyi öntevékeny csoport rendszeresen 5-10 zsáknyi hulladékot gyűjt össze a város részben. A szolnoki zöld erő szombat délelőtt is összevonta csapatait, hogy átkaroló hadműveletbe kezdhessen. Valami készül, az esőt nem számítva a Széchenyi lakótelepen. A szolnoki zöld erő csapatösszevonást hirdetett. A cél a lakótelep megtisztítása. A hadművelet 9-kor kezdődött apróbb ellenséges elemek felszámolásával. Utálom, hogyha nagyon szemetelnek az emberek, és ezért próbálok ellene tenni. A terület elsőre rendezetnek látszik, aztán a fűcsomók alól kibukkan egy-egy sörös doboz, vagy éppen a csalitos aljában kifejlődött hűtőgépház, és egyéb kincsek. Morgan kapitánynak megtaláltam a sisakját. Mindezek ellenére kellemes hangulatban zajlik a lakóhely környékének takarítása, pedig nem valószínű, hogy azok dobálják el a hulladékot, akik a szombat délelőttjüket annak összeszedésével töltik. Vannak fázisok, tehát először én is dühöngő fázisban voltam. Egy-két negatív komment lehet, hogy az én billentyűzetemet is elhagyta. Utána volt egy kis apátia, aztán jött az, hogy csináljunk valamit, és hál' Istennek találtam társakat, és így már többen vagyunk úgy, hogy nem kommentelünk, nem dühöngünk, eljövünk, és jókedvűen, tényleg végig nevetve, vidáman összeszedjük, ami éppen akkor belefér abba a 3 órába. A szolnoki zölderő egy helyi Facebookon szerveződő csoport, amely önkéntes alapon megteszi, amit tőle telhet. Nem régóta kapcsolódtam be ebbe a programba, de én egyébként is régóta hulladék, szelektív hulladék gyűjtésben régóta részt veszek, megpróbálom a gyerekeimet is erre nevelni régóta, úgyhogy tetszett, hogy lett ilyen városi kezdeményezés. A csoport taglétszáma ha lassan is, de gyarapszik. Nem állandó, mint a lakótelepi szétszórt szemét.
Igaz, hogy mi összeszedjük, de sokkal egyszerűbb lenne, hogy ez a két halmaz esetleg találkozzon, hogy nekünk ne kelljen szedni, hogyha mások nem dobálják el a szemetet. Mindig meglepődünk mi is azon, hogy azt gondoljuk, hogy csak egy-két zsák szemét van, ennek ellenére kiderül, hogy ilyen 5-10 között szokott összegyűlni, tehát sajnos van szemét bőven. Szombat délelőtt óta megint 5-10 zsákkal kevesebb a szemét, egy darabig. Enyhítettek a szigorításokon a kórházakban is. Igaz, egyszerre csak egy családtag, de már látogathatja a kórházi kezelésben résztvevő beteget. Az osztályokra csak védettségi igazolvánnyal vagy negatív teszttel lehet felmenni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ visszavonta a hazai kórházakban elrendelt látogatási tilalmat. Május 21-től mindkét szolnoki kórházban lehet már látogatni a betegeket, a szabályokat azonban be kell tartani. A hozzátartozók, amennyiben meglátogatják bent lévő rokonaikat, barátjaikat, abban az esetben be kell, hogy mutassák védettségi igazolványukat, vagy amennyiben ilyen nincsen, akkor a látogatás megelőző két napon belül történt PCR-teszt igazolását, ami negatív eredményű. Ennek birtokában be tudnak úgymond a betegekhez legfeljebb 30 vagy 60 perces időtartamra jönni. Míg a MÁV kórházban 10:30-12-ig, valamint 15 és 18 óra között fogadhat a beteg egy látogatót, a Hetényiben az osztályok gyógyító rendjéhez kell alkalmazkodni. Érdemes előre tájékozódni a lehetőségekről. A maszk használata a kórház területén ugyanúgy kötelező, és azért én mindenkit óvatosságra intenék, mert a teljes helyi társadalom együttműködése szükséges ahhoz, hogy fenntarthatóak legyenek ezek a javuló járványügyi adatok. Én azért arra hívnám fel a figyelmet, hogy kellő fegyelmezettséggel kell, hogy hozzájunk a jövőre nézve is, hogyha túl akarunk jutni a járványhelyzeten. Amennyiben a beteg le tud menni a kórház kertjébe, érdemes ott találkozni a hozzátartozókkal. Megszerezte fennállása a 10. bajnoki címét a Szolnoki Vízilabdaklub. Sport előtt a folytatásról most röviden egy-egy mondatban. Szolnokra érkezett a lengyelországi Fekete Madonna, szent misét tartottak tiszteletére. Szenteltessék meg a motorod, rendhagyó misére várták a motorosokat a vártemplomban. Szombaton ünnepi szent misét tartottak a lengyelországi Fekete Madonna tiszteletére a belvárosi nagytemplomban. A kegytárgy ma hagyta el Szolnokot és érkezett meg Debrecenbe. A lengyel katolicizmus és a lengyel függetlenség szimbóluma is a csehszlovákiai Fekete Madonna. A hagyomány szerint az eredeti képet Szent Lukács festette Jeruzsálemben, és Konstantinápolyon keresztül jutott el mai helyére a lengyelországi Jasna Góra pálos kolostorába. Évente milliók zarándokolnak el a csodatévő szentképhez, imádkozva a Fekete Madonnához. A Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus keretében a szentkép másolatának tiszteletére magyarországi imakörútat szerveztek. Több mint fél 100 olyan településre jut el, ahol lengyel nemzetiség él. E körút részeként töltötte a pünkösdi hétvégén Szolnokon a kegytárgy, amely Veszprémből érkezett a megyeszékhelyre, ma pedig már Debrecenben állítják ki. Az imakörút utolsó hazai állomása a Borsod-Abaúz-Zemplén megyei Derenk települése lesz. A szlovák határtól 1 kilométerre fekvő falu lakatlan, ám az elszármazottak minden év júliusában visszatérnek a hagyományos búcsúra. A magyarországi lengyelség fontos település, hiszen a 18. században a szepességből betelepülő lengyel favágók és szénégetők alapították újra az egyszer már kihalt települést. Május 11-e óta újra fogadhat látogatókat a Damjanich János Múzeum. A nyitásra két új időszaki kiállítással is készültek. A Kossuth tér épületben szombaton nyílik meg egy összegző válogatás Király György festőművész alkotásaiból, a galériában pedig június elejétől közel 150 kortárs szobrászművész plasztikáival és grafikai jellegű műveivel találkozhatnak majd az érdeklődők. Igen, majd ezt bemérjük a magasságot.
Már csak néhány kép pontos helyét kell megtalálni, és készen áll a látogatók fogadására Király György festőművész összegző tárlata. A kiállítás a szolnoki születésű alkotó 10 éves munkásságát járja körül abban a témában, amit ő legszívesebben meditatív csendéletnek nevez. Magán a csendéletiségen áttolom azokat az érzeteket, jelenségeket, érzékeléseket, amiken én magam átmegyek, én magam észlelek, és talán ezért is van, hogy a címekben már általában csak az kerül, hogy csend. A hétvégén nyíló kiállítás címére utalt a mai sajtótájékoztatón a múzeum igazgatója dr. Horváth László is, aki elmondása szerint különös csendekként élte meg az elmúlt időszakot. Bennem mindig fog maradni egy kis égető űr, hogy mi minden maradt el 20-ba, meg 21-be, de ez nem kéne, hogy a nagy közönségbe is maradjon, ezért nagyon odafigyeltünk, hogy mind a Kossuth téri épületbe, mind a galéria épületébe nagyon színvonalas, rang, és kiváló kiállítások nyíljanak meg. A jelenleg is érvényben lévő járványügyi korlátozások miatt ünnepélyes megnyitót ugyan az első tárlatoknak még nem szerveznek, de most szombaton az újranyitás örömére minden kiállítást ingyenesen látogathatnak azok, akik védettségi igazolvánnyal vagy 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus teszttel rendelkeznek. Egy új sorozatot indítottunk, a sorozat címe itt látható, Kortárs Szolnok, fajta logót is kapott itt az S-betű kapcsolattal a kiadvány, és a valójában az összegző katalógus Király Györgynek az elmúlt 10-15 éves munkásságát, tehát eddigi munkásságát mutatja be. Az időszaki kiállítások sorát pedig hamarosan a szobrászok folytatják. Június 5-én még online módon nyílik, ám személyesen is látogatható lesz a Szolnoki Galériában a 25 éves Magyar Szobrásztársaság jubileumi tárlata. Szenteltessék meg a motorod. Rendhagyó szentmisére invitált szombaton a Városi Baleset Megelőzési Bizottság. A padsorokban csupa motoros ruhába öltözött ember ült, a mise után az atya pedig megáldotta a gépeket. Ilyen sokaságot sem látott még a vártemplom. A tavaszi szezonra felkészített, karbantartott motorok álltak sorban a templom kapujában. Odabent pedig a lelkük karbantartását igénylő motorosok foglaltak helyet. Általában az idős asszonyok egy kicsit más öltözetben, kevesebb okós is akkor a fejükön jelennek meg, de nagyon örülök, hogy itt vannak. A városi rendőrkapitányság munkatársai első alkalommal várták misére a motorosokat. Elég kevés motoros történetet találtam a Bibliában, tehát tényleg baleset megelőzésről fogok beszélni. A szenteltessék meg a motorod célja a közlekedési kultúra fejlesztése, a türelem és a tolerancia fontosságának hangsúlyozása a felelősségteljes közlekedésben. Hogy kerüljön a motorod? Üljenek büszkén a motorod. Ugyanakkor üljenek tisztelettel a motorod. Üljenek lazán a motorod, és üljenek felelősségteljesen a motorod. És hogyha ezeket a dolgokat betartják, és a helyes kormányzás, kérünk, áld meg szent áldásoddal ezeket a motorkerékpárokat. Már a forgalom zajában Rozsi atya megáldotta a felsorakozott motorokat, tulajdonosaik pedig egy-egy speciálisan motorosoknak szóló házi áldással tértek meg hajlékukba. Szombat délután a fővárosban is nyerni tudott, így megszerezte fennállása 10. bajnoki címét a Szolnoki Vízilabdaklub. A csapat idén 3 sorozatban is döntőbe jutott, a Magyar Kupában ezüstérmes lett, az Eurókupát és az OB1-et pedig megnyerte. Már mindent megnyert világsztárok és második trófeájukat ünneplő ifjak is gyermeki őszinteséggel tudnak örülni a bajnoki aranynak. Hatalmas küzdelemben, 3 gólos hátrányból felállva 14-13-ra legyőzte az OSC-t a Szolnoki Dózsa szombat délután a Kondorosi úton, ezzel pedig bajnok lett. 2 héttel az Eurókupa megnyerése után, amelyet ugyancsak az OSC ellenében tudott megszerezni a csapat, amelyben a szerb világklasszisok mellett nagyon komoly feladatuk volt a fiatal magyar játékosoknak is. Szeghalmi Zsombor és Teleki András pedig virtigli szolnokiként
A klub saját nevelésű játékosaként lett aranyérmes. Fennállása 10. bajnoki címét ünnepelheti a klub. Azt az aranyat, amely nem volt eleve kőbe vésve, hiszen a bajnokság top favoritjának a Ferencváros számított. Ám a Fradit éppen az OSC ütötte el a bajnoki döntőtől. Az OB1 2021-es bajnok csapatának névsora Angyal Dániel, Bányai Márk, Dőri Farkas, Radomir Drasovics, Filip Filipovics, Jansik Dávid, Konarik Ákos, Kovács Gergő, Nagy Ádám, Nagy Viktor, Duszko Pietlovics, Smölc Norman, Szeghalmi Zsombor, Teleki András. Vezetőedző Zsivko Gocics, edző Hangai Zoltán, szakmai igazgató Kovács István. Nem lehet tovább halogatni. Holnap este végre eldől, hogy ki lesz a kosaras magyar bajnok. A Falkó harmadszor, vagy az Olaj 9-szer? Minél tovább tart a döntő, annál kizsigereltebbek a játékosok. A fizikai fáradtság mellé már a szellemi, lelki tompultság is felzárkózik. Hétfő este Szombathelyen majdnem megcsinálta a csodát az Olaj. 3/4-en át összeszedetten taktikusan játszott. 10 pontos előnnyel indította a 4. negyedet, és a kevés pontot hozó meccseken ez már komoly előny. Most mégsem volt elég, mert a Falkó 3 magas emberit egyszerre tette pályára, és ezt már eredményesen nem tudta levédekezni a szolnoki csapat. A szombathelyiek kiegyenlítettek, szerda este azonban véget ér az idei szezon, vagy így, vagy úgy. Mindkét oldal elő tud húzni megdönthetetlen érveket a saját esélyei igazolására, ugyanakkor majdnem ennyi ellenérvet is. Egy apró kapaszkodó, támogatván a hazai esélyeket. Eddig 2-szer játszottak Olaj-Falkó döntőt a magyar bajnokságban. Mindkettőnek 3-1 lett a vége. Ilyen összesített eredmény már nem lehetséges, de szolnoki arany még igen. Kezdés szerda este 8 órától. Aki befér a körcsarnokba, annak a helyszínen, aki nem, annak az M4 sporton élőben. Kedves nézőink, a folytatásban most olvasnivalót ajánlok a szerdai Új Néplapból. Már lassan 2 hónapja annak, hogy újra nyithattak a nem napi fogyasztási cikket árusító boltok is. A kapcsolódó veszélyhelyzeti szabályok betartását 6 hete ellenőrzi a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A Jászlajkun-Szolnok megyei kormányhivatal munkatársai azt tapasztalták, hogy a nagyobb üzletek rendkívül komolyan veszik ezeket. Szabálytalanságot főleg kisebb üzleteknél tártak fel. Erről a szerdai Új Néplapban olvashatnak, mely fogyasztóvédelem, illetve tiszazugi oldallal jelentkezik majd. Kedves nézőink, az aktuális végén most nézzük legfontosabb híreinket. Még egyszer röviden. Valóra vált a riasztó előrejelzés, Szolnokot is elverte a jég vasárnap. Vége a látogatási tilalomnak a kórházakban, egyszerre egy látogatót fogadhat a beteg. Szombat délután Budapesten is nyerni tudott, megszerezte fennállása 10. bajnoki címét a Szolnoki Dózsa. Kedves nézőink, Önök a Szolnok Televízió keddi hírműsorát látták. Beszámolóinkat ismét megtekinthetik honlapunkon, valamint Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Ötleteiket pedig osszák meg velünk a képernyőn látható elérhetőségeink valamelyikén. Már a valamennyi munkatársam nevében köszönöm szépen kitüntető figyelmüket. Hírek plusszal holnap reggel várom majd Önöket 6 órakor és 7 órakor, illetve délelőtt 11 órakor, friss hírek pedig a Szolnok Televízióban szerdán 19 órakor. Viszontlátásra!